Elismerő oklevelek találtak gazdára, az egészségügyben dolgozókat ünnepelték. Gazdag programkínálat, idén is lesznek táborok az iskolásoknak. A szünidőben is kosárlabda, orfői tábort és pécsi kosárlab között szervezett a PVSK. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják június 29-én szerdán. Tartsanak velünk! Elismerő díjakat adományoztak egészségügyi dolgozóknak kedden délután. Az okleveleket a Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara Baranya megyei területi szervezete ünnepség keretében adta át a Semmelweis nap alkalmából. A gyerekszeretet vitte az ápolói pályára Dombai Zsoltnét. Eddig még semmilyen elismerésben nem volt része. A Semmelweis napi az első oklevél, amit kiváló munkája elismeréseként vehetett át. Csecsemős gyermekápoló vagyok. 83-ban végeztem, azóta dolgozok kisebb szünetekkel a gyerekek születése miatt, és jelenleg a gyerekklinikán vagyok a sürgősségi osztálynak az osztályvezető ápolója. Első alkalommal történt, hogy légimentős kolléga is kapott elismerést egy külföldi versenyen való eredményes szereplésért. A Rally Reivíz nevű Csehországban megrendezésre kerülő, most már 20. alkalommal mentőversenyen vettünk részt. A légimentő színekben orvossal felálló mentőegység kategóriában, és ebben a kategóriában értük el az első helyezést. A programot idén szervezték meg 4. alkalommal. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatják. Ez az oklevél, ez egy állomása tulajdonképpen a kitüntetések rendszerének, de ez egy nagyon fontos első lépcsőfoka annak, hogy vegyük észre, hogy a környezetünkben milyen remek kollégák dolgoznak. 62 oklevelet osztottunk ki eddig a területi szervezet életében, és elmondható, hogy első alkalommal adtunk hűtőssegét kollégának, büszkék vagyunk rá, a mentős kollégáknak 3-an. Nyilván, hogy a legnagyobb létszámot az ápolók, szülésznők, asszisztensek teszik ki, de természetesen ugyanúgy a gyógytornászok, tehát a szakdolgozók valamennyi vertikuma megjelenik a kitüntetettek körében. Idén 16-an kaptak elismerő oklevelet. A pécsi járás és nyomozó ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az ittas barátjához érkező mentősökre támadt. A vádlott januárban barátjánál italozott Pécset, aki az elfogyasztott alkoholtól rosszul lett, ezért mentőt kellett hívni hozzá. Miután a mentőszolgálat kocsija kiérkezett, a szintén ittas állapotban lévő vádlott agresszívan lépett fel a mentőápolókkal szemben. Mikor őt a mentősök nem voltak hajlandóak elvinni, csak az ápolásra szoruló barátját, a férfi az egyik mentőápolóra támadt, őt a mentőnek lökte, leköpte és megkísérelte több alkalommal megütni. A pedagógus továbbképzés megújításáról, a vezető szaktanácsadó rendszer kialakításáról volt szó többek között a köznevelési kerekasztal keddi Budapesten tartott ülésén. Puszter Bernadetta, a köznevelés irányítási munkacsoport vezetője az ülés után tartott sajtótájékoztatón elmondta, a pedagógusok körében nagyon erőteljes az igény a továbbképzésre, amelyek száma várhatóan nőni fog. Helyi szinten szeretnék közelebb vinni ezeket a képzéseket a pedagógusokhoz, és együtt kívánnak működni a felsőoktatási intézményekkel is. Emellett egységes informatikai rendszert és ösztönző rendszert is kialakítanának. A szakmai munka nem áll le, a kerekasztal szeptemberben folytatja munkáját. Ekkor a tartalomfejlesztés, a nemzeti alaptanterv új változata, a diák önkormányzatiság a szakmai szolgáltatás kérdése mellett az átalakuló intézmény fenntartás kerül majd napirendre. Idén 20 éves a Duna-Dráva Nemzeti Park. Hatalmas érdeklődés mellett rengeteg programot nyújt a nyáron az igazgatóság. Ezek a természet megismerésén túl tartalmas szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 20. jubileumi évben az igazgatóság munkatársai a továbbra is szakvezetéses túrákkal, gyermekprogramokkal, előadásokkal, valamint érdekes újdonságokkal, többek között az Élő Természetvédelem című előadás sorozattal várják az érdeklődőket. A táborozás pedig idén is beindul.
A Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság leginkább a kenutúrákat ajánlja a nagy közönség figyelmébe, hiszen ilyenkor szép idő van, kellemes környezetben lehet evezni mind a Duna mentén, mind a Dráva közelében. A Béda területén minden szombaton van garantált kenutúra a külső Bédán. Ez a Duna egykori főága, ami a folyószabályozás után mellékággá alakult, és ez egy csendes, nyugodt víz, gyakran lehet vízimadarakat is látni, és a programot követően a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban lehet részt venni egy tárlatvezetésen. Gemencben több alkalommal szervezünk kenutúrát a Vén Dunára, ez Baja mellett található, szintén nagyon kedvelt terület, illetve a Szaporcai Ősdráva látogatóközpont közelében, a Fekete Vízen, ez a Dráva mellékága indítunk kenutúrákat, de természetesen gyalogos programok is lesznek majd július folyamán, az Ormánságba lehet menni lepkéket gyűjteni és sok érdekességet hallgatni róluk, aztán lesz majd hajnali madárles itt a közeli Halastavaknál, Pellérnél. Vendégünk a stúdióban Solti Péter, a Melódiák Iskola Szövetkezet kirendeltségvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot! Ilyenkor nyáron ugyebár a diák munkások száma jelentősen megszaporodik, legalábbis régebben ez volt a tapasztalat, nem tudom, ma mennyire szeretnek dolgozni a diákok a nyári szünetben, viszont a lényeg az, hogy ez az időszak van most, ezt éljük, és hát önök munkát kínálnak nekik, miket, hova tudnak elhelyezkedni a gyerekek. Igen, hát a mondat első feléhez annyit hozzáfűznék, hogy annak ellenére, hogy csökken a diák létszám napjainkban, ez az elmúlt évtizedben, ettől függetlenül a kedv az nem lankad, hál' Istennek, és hát hogy hova tudunk lehetőséget nyújtani, nem csak elsősorban mi, hanem ugye a munkáltatók. Három fő területet emelnék ki, akikkel mi is kapcsolatban állunk, de szerintem ez egy a Baranya megyei munkaerőpiacra is jellemző. Nyári hónapok lévén kiemelném a mezőgazdasági munkákat, tehát itt elsősorban itt a címerezésre gondolok, Boly környékén, vagy Szigetváron a különböző gyümölcs és zöldségszüretelési lehetőségekre. A második kategória a hipermarketek, hát anélkül, hogy ugye neveket mondanék, de itt elsősorban így ezeknél a cégnél az árufeltöltő és a pénztáros lehetőséget tudjuk kínálni a diákok számára, illetve hát a multinacionális cégeknél vannak még nagyon jó karrierépítési lehetőségek. Ezek ilyen afféle kis segítő munkák ott is, a multicégeknél? Igen, hát ugye ott irodai munkáról beszélünk. Hát ez ugye változó. Szerencsére Baranya megyében igen színes a paletta multinacionális cégek tekintetében is. De hát itt most a gépészeti, ugye dohányipari vagy informatikai cégeket tudnám kiemelni elsősorban. Hányan keresnek munkát? Mi a tapasztalat ilyenkor? Valami számot, ha tudunk mondani, vagy valahogy megközelítőleg, hogy mégis az általános iskolások, egyetemisták, őket is vessük össze, ők hogyan viszonyulnak itt egymáshoz? Jó. Hát ugyebár 16 éves kortól vállalhatnak munkát a diákok, ezért hát őket, a 16-17-18 éves korosztályt elsősorban a mezőgazdasági munkák, a fizikai munkák érdeklik, és itt, hát itt mindenképpen 100, július hónapban akár több százas nagyságrendről is beszélünk ebben a szektorban. A hipermarketeknél ott több tízes nagyságrendekről, de hát összességében az is egy 100 fölötti létszámot hoz ki, csak hát ugye ott több cég van, és heti szinten változnak a megrendelések diák létszámban. Multinacionális cégeknél ott kicsit kisebb az arány, de az mindenképpen pozitív hír, hogy folyamatosan fejlődik, illetve növekszik ez a szám. És akkor itt inkább az egyetemisták, főiskolások kapnak munkát? Így van, itt már ugyebár akkor nem a 18 évesekről beszélünk, hanem akik már felsőoktatási intézménybe járnak. Itt a felsőoktatási intézmény látogatók között is inkább az utolsó előtti éveseket preferálják ezek a cégek. Hát akkor ez már lehet, hogy azt is jelenti, hogy majd a végzés után esetleg ott tartják őket. Nem? Egy ilyen lehetőség is van ebben? Természetesen. Tehát erre most már minden cégnek rá kell állnia, és mindenképpen kell annyira előrelátónak lennie, annyira kell tudnia tervezni előre, és ez szerintem ez az én részemről csak a cégek felé is egy jó tanács, hogy aki jobban tervez, az akár a konkurenciához képest is előnyt élvez jelen pillanatban, mert hát ugye munkaerőhiányról beszélünk, diákok tekintetében már nem annyira, de hogyha már áttérünk a felnőtt munkaerőpiacra, mert hát ugye ezt a folyamatot követjük, akkor,
akkor nagyon nagy hangsúly van a cégek oldaláról a tervezhetőségen. Visszatérve az egyetemistákra, vannak azért olyan speciális megbízások, és amikor valamiféle tudásra szükségük van, legtöbbször én például a nyelvtudásról hallottam, vagy éppen olyan informatikai ismeretekről, amiket tudnak hasznosítani a piacon, és hát itt jobb pénzt is kapnak. Így van, ez valóban igaz, ezt meg tudom erősíteni én is, hogy multinacionális közegben vannak olyan területek, ahol mondjuk az alapórabért adják, de természetesen egy multinacionális cég az próbál nem csak pénzben, hanem szakmai lehetőségekben is többet adni. Anyagi tekintetben nézve, mondani konkrétumokat is jó, tehát nem az alap 639 forint per órás díjat adják, hanem speciális területeken ez 950 forint per óra is lehet. Tehát én azt igen, mondom, csak hogy... jó, hogy felszorozva, meg napokra levetítve, igen, hogy elég szép pénz lehet. Igen. Mégis mi a jellemző, mennyi az átlag jövedelem? Egyáltalán mindenki megpróbál azért egy 3-4 hetet dolgozni a nyáron? Mi a tapasztalat? Vagy van, aki sokkal kevesebbet? Vagy? Hát, hogyha fizikai munkáról beszélünk, akkor azért pár hét alatt el szokott fogyni az erő a nagy kánikulában. Akkor lehet, hogy csak napokról, hetekről beszélünk. Egy multinacionális cégnél pedig ott mindenképpen hosszabb távon, tehát már a gyakornokokkal is, illetve hát a diákjelöltekkel is úgy állapodnak meg, hogy akkor ne hetekre gyere ide, mert lényegében nincsen értelme akkor a munkának, hanem itt egy több hónapos betanulási időről van szó, hogy utána át tudják venni saját állományba is. Tehát akár iskola mellett is. Iskola mellett is, de a fő cél az, hogy a hallgató jogviszony lejárt, akkor már át tudják venni saját munkállományba. Mégis egy olyan 90-100 ezer forintot megkereshetnek a fiatalok a nyári munkával? Ezt mondanám átlagnak. Igen, ez átlag. És mennyire biztos, hogy kifizetik őket? Csak azért kérdezem, mert hát minden nyáron előjön, hogy a gyerekek esetleg nem iskola szövetkezeten keresztül, hanem ilyen magán megállapodás formájában mentek el valóban dolgozni, és pórul jártak. Így van, hát sajnálatos mondom, minden évben lehet ilyeneket hallani. Ez jelen pillanatban úgy van leszabályozva, és úgy kell az előírásoknak megfelelni iskolaszövetkezeti oldalról, hogy megnyugtató választ adok adni a diákoknak, tehát a diák mindenképp megkapja a pénzét. Akkor, hogyha esetleg a megbízó, a munkáltató nem fizetne, akkor ezt az iskolaszövetkezet, illetve a munkáltató ügyvédjeinek kell egymás közt leboxolnia, hogy ez kifizetésre kerüljön, tehát a diák az nem sérülhet semmilyen esetben. Fizetés, illetve munkakörülmények, erre is figyel egy iskolaszövetkezet? Kell figyelni? Természetesen kell figyelni. Ezt nyilván tehát a megbízó vagy a iskolaszövetkezeti oldalról megbízó, de munkavállalói vagy diák szempontból, hát a munkáltatónak mondjuk ezt. Ezt ő biztosítja. Mi általában tanácsot tudunk nekik adni, hogy hol tart a munkaerőpiac, mire kell odafigyelniük. Amit az előbb is említettem, az előrelátás és a tervezhetősége szerintem ugyanebben a kategóriába tartozik. Mi ebben tanácsot tudunk adni a munkáltatóknak. Tehát az, hogy milyenek a munkakörülmények, mennyire biztonságosak, megkapják a megfelelő védőfelszerelést, igen, az a munkáltatónak a felelőssége. Ugye közvetlen, igen, munkáltató felelőssége. Hát akkor teljen dolgosan a nyár minden diáknak, és hát akkor ezek szerint vannak lehetőségek, várják a diákokat, és hát örömmel hallom, hogy kedvük is van dolgozni. Így van, örömmel várjuk őket az irodánkban. Így legyen, minél többen keressék fel önöket, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. A Baranya megyei rendőrfőkapitánysága a Lexus gyár utca 8 szám alatt található rendőrségi épületben június 30-án 15 órától 19 óráig ingyenes kerékpár gravírozást tart. A gravírozás során a kerékpár vászszerkezetébe egy helyi kódot gravíroznak a rendőrök, mely rendőrségi nyilvántartásba kerül. Így az elveszett, ellopott kerékpár megtalálása esetén könnyebben visszakerülhet jogos tulajdonosához. A helyszínen az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a Bike Safe elnevezésű országos kerékpár regisztrációs rendszerről is.
A Biocom Nonprofit Kft. Megbízásából június 28-ától várhatóan július közepéig kerül sor Pécs teljes területén a közterületeken lévő platánfák permetezésére. A permetezés elsődlegesen csipkés-poloska kártevő ellen zajlik, de a permetszer összetétele által egyéb rovarkártevők, illetve a platánokat károsító gombabetegségek ellen is hatásos. A beavatkozás az éjjeli órákban történik, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A munkavégzés napjait az időjárás befolyásolja, így csapadékos vagy szeles idő esetén a permetezés elmaradhat. A felhasznált anyagok vízi szervezetekre fokozottan, méhekre mérsékelten veszélyesek, viszont emberekre, állatokra veszélyt nem jelentenek. A munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, az élelmezés egészségügyi várakozási idő tekintetében pedig 21 nap. A PVSK utánpótlás korosztályai először Orfűn edzőtáboroztak, majd a szünet első két teljes hetében kosaras napköziben vehetnek részt a PVSK sportcsarnokban. Orfűn 80-an voltak, a napközibe pedig csak nem 100-an jelentkeztek. A PVSK a közelmúltban szervezte át saját utánpótlását, a piramis alját az általános iskolák képezik. Fiú és lány vonalon több mint 10 iskola kapcsolódott a programba. A napközistábor résztvevői ezekből az intézményekből érkeztek. Itt is van képzés, tehát nagyrészt ugye napi két edzés van. Az első délelőtti edzésen fektetünk hangsúlyt arra, hogy különböző taktikai dolgokkal foglalkozzunk, a délután pedig a játékról szól. Például ezen a héten, hogy így vegyesen vannak, egy ilyen házi bajnokságot hirdettünk meg, és azt játszik egész héten. A tanév végén bentlakásos orfűi edzőtáborban vettek részt a kisebbek, aztán a nyári szünet elején kezdődött a kétszer egyhetes kosárnap közé. Ezután a fiatalabbak pihennek, az U15 és 17-es korosztály pedig megkezdi a felkészülést a következő szezonra. A július az erőnléti képzések időszaka lesz, augusztusban azonban már kosárlabda edzésekkel készülnek. Hát ennek nyilván vannak praktikus okai is, tehát ugye véget ér az iskola is, sok szülő mondjuk a nyaralásra úgy tudja még tervezni rögtön iskola kezdés után. Ezen egyrészt ugye kosarazni tudnak folyamatosan a gyerekek, figyelünk rájuk, együtt vannak, csapattal vannak, jól érzik magukat, tehát azért egy ilyen összetett dolog. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy mindig nagyon jól sikerül az egy-két, akár három hét. Jelenleg is itt a két hét alatt közel 100 fő, akikkel a napközis táborba dolgoztunk, dolgoztak fiúk, lányok. Ezen kívül Orfűn is volt egy táborunk 87 fővel, úgyhogy azért maximálisan kihasználtuk a június heteit. A 2015-16-os szezonban a 6 leány utánpótlás korosztályból 3-ban a legjobb 16 közé jutottak a PVSK-sok, további két gárda pedig éppen hogy lecsúszott a döntőről. Az U17-es csapat a régiós bajnokság második helyezettje lett. A férfi vonalon a legkisebbek lettek régiós bajnokok, így részt vehettek az országos dzsemborin, az U20-as csapat pedig megnyerte a korosztály bajnokságát. Főbb híreink röviden egy-egy mondatban. Elismerő oklevelek találtak gazdára, az egészségügyben dolgozókat ünnepelték. Gazdag programkínálat, idén is lesznek táborok az iskolásoknak. A szünidőben is kosárlabda, orfűi tábort és pécsi kosárlabközit szervezett a PVSK. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!